tracks on the floor, catch a contact, get 'em like. Oh my god, Silvia. When I come back, hit it like blah. Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact. Eszter, mennyire tetszett a Lotus Ladies Cup, ahol csak női pilóták vannak? Nagyon izgalmas volt, én még sosem láttam ennyire testközelből ilyen autóversenyt, és hát izgalmas volt, sokat harcoltak a lányok ugye itt egymással, illetve ami még nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy be tudtam ülni az autókba, egy picit belülről is megtekinthettem, és hát ezek a kis lótuszok úgy fordulnak, és olyan kis gyorsak, valami zseniális, hát tényleg más, mint egy rendes autó. Szívesen kipróbálnád akár a vezetőülésből is? Mindenképpen, én nyitott vagyok az ilyen dolgokra. Nekem egy Alfa Romeo-m van egyébként, ami ugye belül gyönyörű, szép, tágas, oké, nyilván egy picit sportosabb stílusú. Nagyon szeretek vezetni, nagyon-nagyon szeretek vele menni. Hát ez nyilván más, de mindenképpen kipróbálnám, hogyha lenne rá lehetőség. És milyen sofőrnek tartod magad? Eddig lekopogom, szerencsére még sosem volt balesetem, koccanás se, nem is húztam meg egyik autómat se, tényleg soha nem történt semmi. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk azért annyira nem vezetek rosszul, de hát nyilván koncentrálni kell, oda kell figyelni, és akkor megy a dolog. Bulisztár.hu, minden, ami szórakozás. Egy nyugodt kis faluban érdekes, nem hiányzik a pörgés, a partizás, a bulizás? Néha valóban egy picit unalmas tud lenni, de hát azért van az autóm, hogy olyankor bepattanjak és szépen hazamenjek Budapestre, illetve én szeptember óta Budapesten fotográfusnak tanulok egy egyetemen, és ezért ugye a szemeszterek alatt azért elég sokat vagyok otthon Budapesten, hétvégére szoktam olyankor ide kijönni Ausztriába, illetve a telet meg a nyári szezont azt szoktam Ausztriában tölteni, ugye amikor nincs suli, és jobban ráérek. Szóval tulajdonképpen ilyen szempontból meg lehet oldani azt, hogy ne legyen unalmas, mert akkor szépen picit hazamegyek, otthoni barátokkal találkozom, és akkor otthon lehet egy kicsit bulizni. Fotóztad a lányokat is, a Lotus Ladies Cup versenyzőit. Milyenek voltak a csajok? Nagyon édesek voltak, nagyon-nagyon közreműködőek. Szerintem nagyon élvezték ők is az egész versenyt, nyilván elfáradtak, de nagyon segítőkészek voltak, és utána rögtön rendelkezésemre álltak, és egy pár jó fotó azért szerintem lesz. Legközelebb, hogyha síelni akarnak tanulni? Akkor várom őket nagy szeretettel.